akkor még nem sósnak hívták, hanem borászati technikumnak, borgazdasági technikumnak hívták, és Békefi Gusztáv volt az igazgató, és hát én 1960-ban érettségiztem. Ugye nagyon megváltoztatta az egész rendszert, mert 56 után következett. Tehát az, el lehet képzelni, hogy 56 után egy csomó vidéki szülő nem engedte vissza Budapestre a, a gyerekeit, még tanulni se, így aztán teljesen újjá alakult 56-ba a technikum. Úgyhogy azért ennek köszönhetően, hogy mi osztályunk 16-an érettségiztünk összesen, tehát nem egy, nem egy, tényleg nem egy nagy létszám volt, de hát Kitűnő tanáraink voltak. Hát, ahogy az igazgatóval kezdjen, békefi Gusztáv, ugye, tényleg nagyon jó volt. És a többiek is. Úgyhogy mi nagyon sok jót és hasznosat tanultunk a Budafokon. De aztán engem a Budafokról nem csak az iskola vonzott, hanem én itt fociztam a dél-budai Spartakus-ifibe amelyik MB1-es ifi if if csapat volt. Úgyhogy én futballoztam itt a Budafoki pályán, Albert Florian ellen. Úgyhogy jó, meg is vertek bennünket, de ez nem, tar nem tartozik hozzá. De tehát több szállal is ö ö kapaszkodom én Budafokhoz, nem csak a tanulásom, hanem a, a, a foci, mert utána ugye én az egyetemre kerültem, és ott is, ott is volt futballcsapat, tehát ott is folytattuk majdnem ugyanazokat, mert a 11. kerület, meg a 22. kerület az ö, ö, szomszédos egymással, és hát keresztbe futballoztunk már má gyerekkorunkban. Úgyhogy 1960-ban érettség, és utána, mivel nem voltam kis tag, az egyik tanárom azt mondta, hogy Péter, ne is jelentkezzél sehova, hanem gyere el velem, én elviszlek téged egy helyre, egy év után újra jelentkezhetsz. Így kerültem egy évig a Gyógynövénykutató Intézethez, ott beléptem a kizbe, és akkor már mint kisztag jelentkeztem egy év múlva, és simán fölve, simán föl. Tehát igaza volt a, a tanáromnak, a földesi en ebbe a dologba. És aztán 66-ban végeztem kertészmérnökként. Első munkahelyem új hely volt, tehát toka kerültem. De az is nagyon érdekes körülmény, nem azért, mert oda vágytam, vagy valahogy így jött ki, hanem abban az időbe a Tokajhegyai pincegazdaság négy legmagasabb rangú emberét bebörtönözték borhamisítás miatt. Egy svájci exportba találtak valami bajt, így, így aztán az igazgatótól kezdve a borászati osztályvezetőig mindenki, és akkor újan, ugyan, újanan kellett kezdeni, és akkor oda hívtak engem, és ott töltöttem öt évet, onnan nősültem is, ugye, a kolléganőm volt a, feleség, a, leendő feleségem, és aztán onnan Kecskemétre kerültem a középmagyarországi pincegazdasághoz, mert akkor a borgazdasági vállalatok trösztje csinált egy óriási vállalatot, Kecskemét, Budafok, Szeged együtt. Ez volt a közép-magyarországi pincegazdaság. Több mint egy millió hektoliter készletünk volt, és én ennek a cégnek lettem a borászati főosztályvezetője. Kecskeméten laktunk. Aztán jött egy nagyon váratlan eset. Kerestek Algériába franciaul tudó borász szakembert szaktanácsadónak. Így aztán két évre kimentem, akkor már két gyerekünk volt, kisgyerek, kicsik voltak még, de így kerültem Algéria médiába, két évig kim volt, hát nem két évre terveztük, hanem tovább is, mert egészen jó éreztük magunkat úgy mindenféle szempontból. De aztán jött a tröszti értesítés, hogy sajnos itt a borázati laboratórium igazgató helyettese meghalt, és úgy gondolták, hogy nekem kell a helyébe lépni, úgyhogy hazahívtak így kerültem Budafokra, a borászati laborató... központi borászati laboratóriumba, amely közvetlenül, még épület szempontjából is közvetlenül a törlei pesgőgyár mellett van. Tehát egy udvarunk volt, ma, ma kinéztem az ablakon, akkor a törleinek az abla... a falát láttam. Hát aztán ennek az lett a következménye, hogy a, a törlei akkori igazgatóját, Garambári Vencert kinevezték főmérnöknek a Hungarovinhez, amelyiknek a tulajdona volt a törlei pecsgőgyár, és akkor a helyébe én kerültem a törlei Pesgőgyár vezetőjének. Hát ez egy érdekes időszak volt. Ebb, talán a legérdekesebb, legfontosabb része az, hogy akkor jött hozzánk újra vissza a François Pesgő, mert a, egy, a François család egyik öreg tagja, idejött Magyarországra, és eljött, eljött ide hozzánk, és hát akkor a Hungarovin fel is vette őt, mint egy szaktanácsadó, úgyhogy egy ideig csak én tudtam vele beszélni, mert franciául beszélt, de kezdett már egész jó magyarul is, úgyhogy végül is ez egy érdekes dolog volt. Nagy bum volt a, a borászati piacon François Pesgővel kijönni, tehát fr franciául is van írva, tehát Franciaország Pesgővel kijönni. Nagy sikere is volt mindenütt, a, 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 amelyre e, csak küldtük. Úgyhogy e, ez egy négy-öt évig tartott, amikor elhívtak az, az OBI, az Országos Borminősítő Intézetnek e, Pesgő szakfelügyelővé. Ez azt jelentette, hogy akkor már Budafokon kívül még vagy négy helyen készítettek Pesgőt az országba állami gazdaságok, pincegazdaságok, TSZ-ek kezdtek pesgőkészítése, és ezeknek az ellenőrzését bízták rám, úgyhogy ez volt az Országos Borminősítő Intézet. Onnan pedig egy francia, meg, meg közben többször voltam kint Franciaországba minisztériumi küldetéssel, különféle nemzetközi borversenyeken, és azért adódott, gondolom, ennek összehetően adódott, hogy egy francia cég megbízott a magyarországi képviseletével. Ez egy borászati feldolgozó gépgyártó cég volt, a Pera cég, hát tele is van még ma is öreg Pera gépekkel az ország, szőlőfeldolgozó gépek és tartályok voltak az ő programjaikban, úgyhogy végül is... Innen mentem nyugdíjba, ebből a, ebből a cégből mentem nyugdíjba, úgyhogy ez, 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 ez a rövid történet az én szakmai futásomnak.